80s baby. What up? Way before it was MySpace, being outside was MySpace. I barely remember the inside of my place. We meet by face and roll with it. For DMs, we wrote it down on paper and folded it. Saturday morning cartoons, bowl of cereal, when the radio still played dope material. Cassette deck ready for what he plays next, or catching videos on a VHS. És az van, hogy itt az SHP-nél van egy rakás villanyautó, meg egy rakás villanyautó töltő, majd mindjárt átveszik, hogy mennyi. De ami a jó, hogy szóval azért vannak olyan cégek, ahol mert elkezdték ezeket úgy telepítgetni, de jellemzően ezek használhatatlanok, mert hogy van valaki a karbantartáson, aki ismeri Józsit, akinek van egy kártya, amivel be lehet kapcsolni, viszont simán bedugod, és már tölt is. És egy csomó autó tölt itt mindenfelé. Hello, szia! Magyarorsi Csaba. Pinter Szabolcs, szia! Nem semmi mennyiségű töltő van itt. SAP mindegyiknek a rendszáma, ez gondolom azt jelenti, hogy akkor ezek a ti céges autóitok. Igen, hát van egy 700 fős flottánk. Alapvetően ugye a csomagnak a része, nagyon fontos az SAP életében, illetve a munkavállalók életében, hogy ezek jók legyenek az autók. Én amikor ide jöttem 2007-ben, akkor ugye tudtam úgy nagyjából, hogy mit tud az SAP, de azt a részt, hogy pontosan mit is kell csinálni, az kevésbé. Egy dolgot viszont láttam, hogy nagyon jó autóik vannak. Tényleg? Tényleg a járgányok között csaltak ide? Igen, abszolút. 2025-től már csak elektromos autókat rendelünk. Hát ezt nem, mert a piac megmutatja, hogy ez működik-e. És ha jól látom, itt ilyen nagyon kultúráltan van különbség a plug-in hibrid, meg az elektromos között, hogy a sima konnektoros töltő, ugye, ami a plug-innak elég, az van fenntartva a hibridnek. Az elektromoshoz meg vannak ilyen 11 kW-os, vagy 22-es 11-22 kW-os töltők vannak. Vagy az van, hogy ezek a plug-in hibridek, ezek így elméletileg nagyon-nagyon jók, de gyakorlatilag meg egy csomó helyen úgy használják őket, hogy ugye csak a benzinmotorra, mert úgyis kapnak benzinpénzt, és akkor meg cipeli feleslegesen az elektromos motort, meg az aksit, szóval vannak olyan konstellációk, hogy egy hibrid az még rosszabb, mint egy sima benzines, hogy ti így akkor ezek szerint, hogy is mondjam, megteszitek azt, amit meg lehet tenni, hogy a kolléga az töltse az autóját. Abszolút. És akkor ez azt jelenti, hogy ez a töltés az ingyen van. Neki? Ez most ingyen van nekik, így aha. Van. Tehát ilyen akkor anyagilag is érdekeltek, hogy fenntarthatók legyenek. Mégis így működik általában. Ha valaki anyagilag érdekelt, akkor fenntartható. Így van. Tök jó. Get multiplication and division. I studied Cinemax, late night scramble vision. Wore shoes till they had holes before what are those. Take a break, head straight for the garden hose. Oh. És van egy ilyen zeneszobátok? Ott tűnik először vagy itt? Nem, először vagyok itt. De ez mit lehet? Tehát itt a kollégák bejöhetnek és dobolhatnak, gitározhatnak, zenekart alkothatnak? Vagy ez pontosan így. Hogy lelki zenekarok vannak. És van egy saját SAP zenekar? Hát van, ugye 2000 fő van az SAP-ban, úgyhogy vannak ilyen kis csoportúrsolások, de hát igen, kollégák lejönnek, aztán játszanak. Akár munkaidőben is, hogyha úgy hozza az életet. Tényleg? Lejöhetnek? Tehát, hogyha valaki jól felhúzza magát valamin, hogy Bangladesben valamit nem úgy programoztak le, hogy kellett volna, vagy nem tudom, Indiában hol van központ? A központunk az Waldorfban van, de nem rossz azért az, hogy itt a indiai világban. Ja, az indiai világban van, és akkor lejön, és kiüti magából. Nyomjunk valamit? Hát nyomjunk, inkább te nyomjál valamit. Én is tudok valamit nyomni. Megmondom őszintén, marhára érdekel az SAP meg a fenntarthatóság, de nem lehet inkább az, hogy a többieket elküldjük és te megtanítasz engem erre a napig. Inkább ezzel töltjük a következő órákat. Én nem gondoltam, hogy itt egy ilyen Jántírszen ez, amit most hallottunk, hogy egy teljes Jántírszen koncertet végighallgathatok, ez zseniális volt. És azt is tegyük hozzá, hogy nem úgy volt, hogy te erre készültél, én 3 perc előtt kérdeztem meg, hogy nem tudtál esetleg zongorázni, amikor hallottam, hogy van itt egy ilyen terem, és ezt így lenyomtad. Hát azért volt benne egy kis korrekció, de azért azt gondolom, hogy zseniális volt. És akkor egy kicsit mesélj nekem a cégről is, hogy hogyan épültök fel, tehát hogy van a tetején a zongorista. Tetején a zongorista, aki a karpálcával itt irányítja a csapatot. Hát menjünk felülről, tehát ugye ez egy globál cég, több mint 100 000 alkalmazott van világszinten. Mindig meg szokták kérdezni, hogy akkor mi az SAP? Egyébként meg is kérdeznek, te mit gondolsz, hogy mi az SAP? Mi lenne az első reakció? Ne hozz zavarba, inkább mondd el, hogy mi az SAP. Mit szoktak mondani az emberek, mi az SAP? Legtöbben az SAP-t az ERP-nek gondolják, tehát hogy a váltirányítás rendszer. Nyilván ez az ászlóshajó, tehát a váltirányítás rendszer az egy fontos része a portfóliónak,
de 2007 óta nagyon sok akvizíciónk volt. Ha bármilyen üzleti probléma van és valami üzleti kihívás, akkor az SAP valamilyen üzleti alkalmazást biztosan tud mondani. Ha nem, akkor meg le tudjuk fejleszteni. Ja, értem. Tehát ami még nincs, azt megcsináljuk. Azt megoldjuk, igen. Illetve büszkék vagyunk arra, hogy volt egy felvásárlásunk, az MRSIS, ami néhány évvel ezelőtt a cégnek a fejlesztőközpontja itt volt Magyarországon, úgyhogy ez a csapat is éppen bekerült ide hozzánk, úgyhogy így vagyunk körülbelül most 2000 fő. Most ez a SAP Hungary Kft. Az egy 60 milliárdos árbevétel termel itt Magyarországon, és ez egy jelentős szereplő itt az informatikai piacon. Igyekszünk megújuló energiákkal dolgozni, ahol csak lehet, igyekszünk a szerver, a saját datacentereinket megújuló energiaforrásokkal ellátni, és az a cél, hogy 2030-ra gyakorlatilag teljesen, akár a teljes válti folyamat, vagy teljes értékláncon keresztül zéró karbon lábnyomot produkáljunk itt a világon. Én azt mondom, hogy 17. éve, én itt kezdtem egyébként a karrieremet, és ezen a létrán én végigmentem, és most már 5. éve vagyok itt az első számú vezetője a cégnek. Megvan ez a karrierépítési lehetőség is, aki szeretne, az el tud jutni akár egy ilyen székbe is. Mivel kezdted? Én most, amikor felajánlod a székedet a következő generációnak, szóval mondjuk el, hogy minden kezdtem. Én tréniként az üzleti vonalon kezdtem, egy úgynevezett ilyen pre-sales-es funkcióban, ami azt jelenti, hogy ezeket a megoldásokat, amit az SAP kínál, ezeket szakmailag tudtam támogatni, uh-huh. És akkor onnan itt a két évvel később már sales irányba átugorva, és a különböző pozíciók által, gyakorlatilag 2019-től vettem át a cég vezetését, igen. Szóval, hogy mi folyik itt? Minden évben szervezünk egy ilyen karácsonyi sütivását a kollégáknak, és alapvetően tudnak adományokat adni sütikért, amiket egymásnak sütöttek, iszonyatosan sokfajta sütink van minden évben. Hogy ezeket mind ti csináltátok? Tehát nem az volt, aki megúszósan bement és megvásárolt reggel? Legjobb tudomásunk szerint nem. Mindegyik adományunk a Magyar Élelmiszerbanknak megy, és ezeket mind a kollégák sütötték, iszonyatosan tehetséges és tök lelkesek egy csomóan, úgyhogy nagyon szuper. Marha jó néz ki, ebéd után jövök és veszek valamit. Nagyon helyes, várunk vissza. Ez a készlet? Mert gyorsan lerabolják. Még gyűlnek. Oké. Na, ez itt egy konkrét golfpálya? Igen. Ez egy ilyen rekreációs tér. Nem egy 18 lyukú, de... Szia! Hát ezen azért... Magyarorsi Csaba. Szia! Varga Zsigmond. De menő, és itt szoktatok játszani? Igen. Már aki ráér. És milyen játékos vagy? Nem jó. Akkor kihívlak, akkor gyere golfozzunk okay, egyet. Honnan kell ezt kezdeni egyáltalán? Nincsenek egy... valami felfestve? Nincs egy kezdőpont? Egy pedoxai. Ja! És akkor innen kezdted. És addig mesélj egy kicsit a cégről, hogy mivel foglalkoztok ti tulajdonképpen? Az SAP leginkább a vállalatirányítási rendszereiről ismert, de alapvetően üzleti alkalmazásokkal foglalkozunk. És az üzleti alkalmazások arra szólnak, hogy hogyan lehet egy céget, egy vállalatot jobban működtetni. Hát ez elég könnyű volt. Hát ez bedostad most, magadnak. Most te jössz. Nekem meg berakod közévre, tényleg beraktad a luk mellé magadnak, én meg innen találjam be. Hoppá! Ez is jó hoppá! Volt. Na igen. Szóval, hogy lehet jobban működtetni egy vállalatot a mindennapokban? Ebben nyilván benne van az, hogy hogyan végezzük a számvitelt, könyvelés, stb., amiről mondjuk jobban ismert a cég, de benne vannak ennél egzotikusabb dolgok is, mondjuk hogyan irányítsuk egy nagy forrozó vállalatnak a flottáját, hogyan vegyünk fel új munkatársakat, mondjuk hogy tud ebbe segíteni egy interjú kérdésekkel egy AI, vagy előre feldolgozni a önéletrajzokat, tehát ilyesmivel. Hogyan legyen jobb a vállalat? Hogyan legyen jobb a vállalat? De nagy vagy kicsi vagy, vagy kire lőttök? Alapvetően azt mondanám, hogy így a közepes méret is attól fölfelé. Tehát nagyon nagyobb... azt gondolná, hogy mondjuk ilyen Kanadánál nagyobb országok, de akkor ezek szerint nem. Egy kisebb kanadai falunál nagyobb cégekre kell gondolni. Tehát azt mondanám erre, hogyha nem úgy működik a cég már, hogy van-e könyvelő, akinek odavisszük havonta a számláinkat, és akkor ő gyakorlatilag egyszerre egy pénzügyi vezető, egy operációs vezető és a menedzsment tanácsadó egy személyben, akkor e fölött már kell valamilyen szoftveres támogatás. Most innen? Akkor most onnan, igen. Hát amerre jól esik, de szerintem nem így kell játszani ezt a játék. Kizárólag, hogy ez ilyen bedobásosan működik. Ó, túl erős. Most dobhatsz nekem egyet. Oké. Most dobok egy könnyebbet. Már hát nem tudom, hogy ezzel most nyertem-e vagy sem. Ez volt az? Igen. Falmelő, nem az. Nem annyira, úgyhogy köszönöm a könnyűt, legközelebb inkább nehezebb kérlek. Gondolom, hogyha van egy ilyen óriás vállalat, aminek 100 országban van telephelye, akkor az már nem is tudja megúszni, hogy veletek dolgozom. De van egy ilyen közepes méretű vállalat, aki eddig Klárikával mindent megoldott. Hogyan fog megváltozni
azok után, hogy bevezeti a ti rendszereteket? Van ennek egy ilyen értelmes fejlődésével. Először mondtam, hogy van a könyvelő, aki egyben egy mindenes és segíti a vállalatnak a tulajdonos átvezetőjét. A következő szint, amikor már beköltöztetjük a könyvelőt a vállalatba, mert tudunk neki annyi munkát adni. A vége pedig az, amikor már nem tudja egy könyvelő ellátni az összes feladatot, amiben nem csak a számláknak a lekönyvelését értem, hanem egy csomó ilyen operatív jellegű feladatot. Ekkor jön el az, hogy kell építeni a cégben egy menedzsmentet, és hogyha mondjuk ez a menedzsment már nem képes arra, hogy egy személyben minden működési folyamatot átlásson, akkor kell ilyen szoftvereket használni. Mondok egy példát. Tudjuk-e adott esetben egy adott napon a cash flow pozíciónkat? Tudjuk-e azt, hogy mennyi bevétel, vagy mennyi számlát bocsájtottunk ki, mennyi bevétel várható? Mi van, hogyha nem jön be egy nagyobb befizetés? Akkor vajon tudjuk-e azt csinálni a másik oldalról, hogy ellensúlyozzuk anélkül, hogy hitelt kellene fölvenni. Tehát föl kell hívni a nagy vevőnket. És ezt az SAP rendszer kiadja nekem? Tehát, hogy befektetek néhány dolgot, és kiadja a választ. Igen, vagy azt mondja, hogy gyártani szeretnénk valamit, mondjuk gyártani szeretnénk üdítőitalokat a mai napon, de nem érkeztek meg hozzá a kis palackok, amiből majd fújni fogjuk azt, amiben tölteni fogunk, akkor mit lehet csinálni? Hogy tudom átütemezni a gyártásomat? Ezekbe tud segíteni a rendszer, akár ilyen predikciókkal is. Ha ez történik, akkor azt kell tenned, hogy. És itt jönnek be a mesterséges intelligencia képességek. Na, mindent eldöntő. Egy természetes intelligenciával helyezd ezt kérlek be alulba. Hát, hogyha ez nem siker, akkor nagy a baj. Jó. Még egy utolsó jön nekem, azt hiszem. És akkor a mesterséges intelligenciát, azt mire használjátok? Ma már a rendszer ott tart, hogy akár teljes milyen generatív AI-os megoldási szenáriókat is tud adni, tehát azt is tudja mondani, hogy hol avatkozzunk be a működésbe, hogyan tegyük jobbá a folyamatokat, mi az, amit megváltoztassunk egy cég működésébe. Tehát nem csak elemezni tud, hanem beavatkozási lehetőséget is tud biztosítani. Na, ha én ezt most berakom, akkor megnyertem, ha nem, akkor döntetlen. Mert elrakták kettőt, eddig én is elraktam. Bocsánat, de én köszönöm, remek játék volt. Still got the scars. Gas guzzling cars. Ashtrays on the plane. Tag my name on the train. Hello. Yeah. Szia. Sajnálom, nem értem a kérdést. Nem is kérdeztünk semmit. Szerintem túl sok kérdést akar felni kellene. Összezavartad? Összezavartam, igen. De mindjárt elindítom. Ez egy beszélő doboz nyúl? Oké, szerintem újra indítom. Valószínűleg csak megzavarodott, mert túl sok kérdést tettem fel neki egyszerre. De ő micsoda, ameddig el nem kezd beszélni, addig mondd el. Az egyik kollégánk eléggé belásta magát így a mesterséges intelligenciával való nem is kokettálásba. Tudom, igen, ezt így is mondhatnánk. És megépített egy ilyen kis három... Tehát ez egy Nuci, aminek a teste 3D nyomtatóval készült el. Mondjuk megkérdezem tőle, hogy mi az a Joule. Az SAP-nak van egy új... Ezt majd a Nuci elmondja, hogy jó, mi, de el, megkérdezem hogy tőle. Joule. Szia, Nuci! Mi az a Joule? Szia! Az SAP Labs Hungary mesterséges intelligencia asszisztense, a Joule Joule az adatok gyors átvizsgálásával olyan összefüggésekre mutat rá, amelyekkel jobb üzleti eredmények érhetők el. Remélem, segítettem. Ha van még kérdésed, szívesen válaszolok rá. Jól tudja? Ez a Joule? Igen, abszolút jó választ adott. Nem lepesztük le. És csak SAP-val kapcsolatos kérdéseket lehet neki feltenni, vagy azt is meg lehet kérdezni, mi az élet értelme? Hát próbáljuk meg. Szia, Nyuszi! Mi az élet értelme? Füstölni fog. Az a legdurább, ha rá választ. Bár az élet értelmére vonatkozó kérdés nem kapcsolódik közvetlenül az SAP Labs Hungary-hoz vagy az SAP-hoz, az élet értelme egy nagyon mély és személyes kérdés, amelyre mindenki más választ találhat. Az élet értelmének megtalálása azonban lehet, hogy segít abban, hogy boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet éljünk. Remélem, segítettem. Ha van még kérdésed, szívesen válaszolok rá. Ez jó válasz. Igen. A 42 még jobb lett volna, de ez is elég hát jó. Igen, valószínűleg ahhoz nem fért most éppen hozzá. De megtette, amit lehetett. Igen, de mondjuk, ha maradunk az SAP-nál, akkor meg lehet mondjuk azt is kérdezni tőle, hogy Szia, Nyuszi, hány liter sört termelnek az SAP ügyfelei? Az SAP ügyfelei percenként 282 ezer liter sört termelnek, tehát óránként 16.920 ezer litert. Remélem, segítettem. Ha van még kérdésed, szívesen válaszolok rá. Meg is van az élet értelme. Nagyon illedelmes Nyuszi ő. Igen, nagyon kedves, de be lehet állítani például, hogy milyen stílusban beszéljen. Amikor a kollégánk először mutatta ezt a Nyuszit a többieknek, akkor ki lehetett választani, hogy mondjuk szarkasztikusan válaszoljon a kérdésekre, és hát akkor sokkal viccesebb válaszokat adott, de azt most én sajnos nem tudom átállítani most az ilyen
udvarias az a cégnek az értékeit követő hangnemben szólal meg. De van egy bunkó vérnyulatok is. De van egy, erről lehet csalogatni. Van egy másik oldala is a Newsynek, ami sokkal szórakoztatóbb. Oké, és miért jó itt dolgozni most túl azon, hogy tudtok csinálni vérnyulakat, meg egyebeket? Hát én alapvetően a lehetőségek miatt szeretek itt dolgozni, nagyon sokféle networking hálózatba be lehet kapcsolódni, és lehet versenyezni, különböző dolgokat nyerni. Ezen felül nagyon jók a sportolás és szabadidő tevékenységek. De mi van itt? Például, hát amit én nagyon szeretek személy szerint, az a crossfit és a jóga. Ezt így munka után le lehet menni az edzőterembe, és akkor ingyenesen részt lehet ezeken az órákon venni. Illetve van egy szauna is, úgyhogy főleg ilyenkor a téli hónapokban, mondjuk edzés után azért eléggé jól tud esni, amikor belünk a forró szaunában. Á, tehát csináltál 8 meetinget, valami robotot itt létrehoztatok, utána lemész egy kis crossfitre, és aztán szauna. Igen, igen, nagyjából így is össze lehet foglalni egy napot az SAP-nál. És ez nem kamu szauna. Tökre 90-100 fok van. Működik. Back when every girl and boy's wish was that Atari with the one button joystick. No, we didn't wear seatbelts, but trust me, you could never be as happy as we felt. Szóval ti mivel foglalkoztok itt? Mi az SAP Service and Asset Manager alkalmazást fejlesztjük. Itt Budapesten 20-an, és Amerikában még 50-en körülbelül. Illetve Németországban is vannak fejlesztők. De együtt dolgoztak, vagy mindenki más területen dolgozik? Nem, és ők mind együtt. Az szép lehet egy időzónánál dolgozni közösen. De ilyen nincs, hogy reggel fogjátok a fejeteket, hogy Rashid már megint mit rakott bele, hogy úristen, ezt ki kell törölni, és szólni fogok Johnnak, hogy majd reggel, amikor kell Rashid, akkor szóljon neki, hogy ne úgy folytassa. Hát igen, erről oda kell figyelni. Ugye itt Magyarországon kb. 600 fő vagy annál is több már dolgozik fejlesztésen, és ebből 30 ember dolgozik mobil alkalmazás fejlesztésen. Itt két mobil alkalmazást fejlesztünk Magyarországon. Az egyik ez az SAP Service and Asset Manager, ezt a mi csapatunk fejleszt itt kb. 20 fő, illetve ahogy említettem Amerikában, meg Indiában, Németországban a többiek. És ez az alkalmazás, ez ugye mire jó? Ez annak segít, hogy azoknak az embereknek segít, akik ilyen nagy cégeknél dolgoznak, például Ausztrália partjánál egy földgáz kitermelő platformon, illetve bányákban, Peruban, repülőtereken Európában. Aha, és jó, tehát tényleg mindenhol. Vonat cégeknél Európában. Ezekben az iparágakban főleg még sok esetben papír alapon történik a különböző karbantartásoknak az adminisztrációja. Ez a mobil alkalmazással, ez a szerelők munkáját könnyíti meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a felhasználói élményre, hogy ez miért fontos, gondolom az ember egy bányában, hogy ott miért fontos, hogy szép legyen az alkalmazás, vagy az, hogy hatékonyan lehessen használni. Nyilván azért, mert minél kevesebb kattintásra van szükség egy adott munkafeladat elvégzéséhez, annál kevesebb időt veszel a szerelő idejéből. Ez egy új funkció az alkalmazásnak, hogy egy 3D-s vagy VR modellt is meg tud nézni a szerelő. Ugye pont ebben az esetben ez egy ilyen szivattyú lesz. Ugye itt körbe tudja járni, meg tudja nézni, hogy pontosan hogy néz ki ez a készülék. Okay. De ez mi a szerelés előtt nézi meg? A szerelés előtt vagy a szerelés közben is meg tudja tekinteni. Ugye? És akkor szét tudja esetleg bontani, tehát hogy meg tudja nézni, hogy mi van benne, anélkül ez igazit kellene. Igen, vagy forgatni tudja, vagy videókat is le tud játszani akár erről, és akkor például hogy lehet kiszerelni ezt az alkatrészt. Értem. Aha. És az egész világon ezt használják, amit részben ti fejlesztetek itt Budapesten. Hát igen, több mint 400 nagy ügyfele van ennek az alkalmazásnak. Menő. Gratulálok. Köszönöm. Seeing you, then maybe you stayed home. Pull a quarter out my pocket, find me a payphone. Newspaper always at our front door. Kérnék egy bolonyai pennét, reszelt trapista sajttal és egy rántott húszszerepet. Most éppen meghekkelem az SAP-nek a konyháját. A mai nap egyébként szóval olyan nap van, hogy a cég ad a dolgozóknak gyümölcsöt vagy smoothie-t, én viszont a leghíresebb magyar kaját állítatom itt elő két különböző menüből. Rántott hús bolonyaival. Ezt átveszem akkor. Köszi. Nagyon köszönöm. Egyébként ez nekem még ilyen 10 évesen ragad be, hogy én mennyire szerettem a bolonyait rántott hússal. A 30-as éveim óta már egyáltalán nem élvezem, akármikor próbálkozom vele, de addig, ameddig el nem kezdem enni, addig mindig rendkívül jó ötletnek tartom, és mindig bízom benne, hogy ugyanaz lesz az élmény, mint gyerekkoromban. Hát, ha most. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy őrületes tervünk Robival, amit most még nem spoilerezhetek, de... ha megcsináljuk, az csodálatos lesz.
is rossz. Ez megdöbbentően közel van ahhoz, mint amire számítottam. Ami azért nagy dolog, mert mindig csalódok. És nézzétek, van itt valami komposztáló izé. Leszedtem. Elhatottam a komposztáló izét, a karácsonyi komposztáló izét. How does it work? This is new, and this is also new. Okay. Usually it shows something. Okay. And then you put something in, like an apple or so, your biological waste. Okay. And then it tells you, it should identify and does the compost. And then the end result is... And the end result is compost. So later you can, I don't know where, open it. And you can use it for your flowers, your plants, to grow new life and be sustainable. Have you used your mobile today? Let me guess. Yeah, of course. How many times? Well, quite like a bit. 100 probably times. Who knows? And I assume you also used water and electricity this morning. Yeah, maybe of course. You had a nice shower or so. Yeah. So, and maybe you came by bike or you traveled by car or public. Car. Oh, very sustainable. Full respect. But did you know that all of this probably was only possible because of SAP and our software solutions? No. Yeah, you see. Yeah, we are the hidden gem, so to say. Because all these companies that provide you with the materials or the energy from the utilities companies, they use SAP. So 87% of the worldwide commerce, just imagine 87% worldwide is touching an SAP system. So we are here since more than 50 years and we have developed so great integrating systems that you can rely on, that everything is working, whatever you need, from the processes, from end to end. 97% of the greenest companies in the world use SAP solutions. And how can you help them? Simply because of the fact they can rely on the solutions that they work, high quality, user-friendly, and they are fully integrated. So not only for your own business, but it works with your suppliers and your customers perfectly fine. All is integrated. When we look at the location here, it's one of the 21 so-called labs. So why Hungary? Because, I mean, sorry to say, but compared with other countries in the world, Hungary is not the biggest one. But we see the great innovation capabilities and the creativity. So whenever I talk to international managers, especially about what makes you grow further, the location and the team you have here, or if managers come to me and ask, does it make sense to set up a new team here, then I can share the feedback I always get, which is super reliable people, great innovators, creative minds, and they have the thinking out of the box. Comic strips and box scores. And once I did my chores, I was headed to the store. My allowance was spent down to the last cent on some baseball cards with some gum to steal. Milyen díjaid vannak? Hát ilyen szép üvegdíjak, meg fadé, meg pesk. És ez mivel lehet kiérdemelni ezt a rengeteg csodás díjat? Rengeteg munkával. Nem munkaimitálással. Hanem valódi munkát is kell végezni? Így van. Micsoda kiszúrás. Egyébként miért itt dolgozni, most nem hallja senki. Nekem elmondhatod, tessék? Nagyon-nagyon jó ide. De ezt most csak azért mondod, mert van egy csomó díjad, és hazabeszélsz. Nem, őszintén így gondolom. És miért jó? Nagyon finom a kávé. Tényleg? De ez az első helyen, hogy finom a kávé. Hát akkor egy kávézóban is jó dolgozni, jó kávét csinálok. Nagyon jó fejek a kollégák, tényleg. Uh-huh. Csapatként tudunk együtt dolgozni. Sok érdekes feladatunk van, meg rengeteg önállóságot kapunk ezekhez a feladatokhoz. És a díjakat elnézve szoktak sikerülni ezek a megbeszélések, igaz? Úgy alakul, hogy igen. Maybe a few kids who lived in garbage pails. The only indoor place we all played don't even exist no more. We call them arcades. Otherwise we're out soon as the sun will rise. Szia! Magyar Orsi Csaba. Fetter Ármin. Szia! Szóval, hogy ti pedig hogyan kapcsolódtok az SAP-hez? Én ugye a Nutriverzumtól vagyok, SAP ügyfélként. Mi az SAP-nak az MRSIS rendszerét használjuk, ami egy marketing automatizációs szoftver. Aha. Ez a marketing automatizáció, ez egy ilyen elég új keletű dolog. Ha nagyon le kellene egyszerűsíteni, én azt mondanám, hogy régen a marketing az ugye tömegüzeneteket dobált mindenki elé. Most meg már megtudjuk a technológia, illetve a mesterséges intelligencia segítségével csinálni azt, hogy szinte mindenkinek egyedileg mutatunk meg mondjuk egy hírlevelet, vagy a weboldal tartalma mindenkinek más. Tehát, hogy belővitek, hogy mit tudom én, mondjuk egy nagyvárosi, 40 pluszos, két gyerekes édesanyja, az más hírlevelet kapjon, mint egy kisvárosi traktorkereskedő? Így van. Aha. Tök más
termékek jelennek meg egy hírlevélbe, de például azt is az AI például ki tudja számolni, hogy te az előző kereséseid alapján, vagy hogy viselkedtél a mi weboldalunkon, mik azok a termékek, amiket matematikailag a legnagyobb eséllyel vásárolhatsz meg. Oh. És ide kell ez a hatalmas adatfelhő, amit az SAP-nak ez a szoftvere kezel. Ez például egy ilyen program leírás. Ahhoz hasonlíthat, hogy gyerekeket tudod szoktak tanítani robotokat programozni, mm-hmm. és az is úgy működik, hogy adsz neki egy inputot, és az input mindig kivált egy következő dolgot. És akkor így el lehet kezdeni minél bonyolultabb ilyen programokat összerakni. Meg az egész rendszernek az a lényege, hogy integrálni tudsz mindenféle online kampánytípus. Tehát van benne egy loyalty rendszer például, hogy vannak ugye nekünk külön boltjaink. A boltba, aki bemegy, azt ugye online nem tudjuk beazonosítani, de hogyha van egy ügyfélkártyája, a boltba már úgy tudjuk azonosítani, és utána olyan hírlevelet küldünk neki, amit vásárolt. Szóval szia, Magyarorsi Csaba! Hova megyünk? Hova viszél itt a pincébe? Mi van itt? Hát ez egy nagyon titkos... Tényleg? Lehetünk mi itt egyáltalán? Vagy engem behozhatsz ide? Lehetünk. Jó. Sokan itt érkeznek meg vendégek. Mert hogy ja, az a Galázs. De most megmutatjuk nektek, hogy miért olyan egészségesek az SAP dolgozók, stresszmentesek. Egyébként tényleg azok, szóval eltöltöttem itt egy napot, és senki nem volt feszült. Ugye, ha mondjuk le tudsz jönni munkaidőben, egy kicsit lazítani, egy kicsit kidolgozni magadból a stresszt, és hát nem utolsó sorban fitnek maradni, akkor szerintem szuper. Nem csak egy fitness terem van itt, hanem tulajdonképpen saját sportórákat tartunk. Mm. Tehát jogaórát, crossfit órát, és hát nem egy kollégánkból lett egyébként tréner is, edző is a csapatban, úgyhogy csak mindig a munkafeladattal kell törődni, hanem azzal is, hogy hogy érezzük magunkat, mit tanulunk közben egymástól, és hogyan tudunk ezáltal jobban együttműködni, és egyébként ezzel hatunk a teljesítményre is, úgyhogy igen, van ebben azért egy kis tudatosság. Tehát ti ott a HR-en így gondolkoztak, hogy mivel lehetne még feldobni a munkavállalók kedvét, hogy szívesebben dolgozzanak, és ezáltal hatékonyabban is? Tehát ez is a feladatotok? Így van, így van. Hát, ha belegondolsz abba, hogy az IT-ban mindig magasan képzett kollégák vannak, és szerencsénkre magas szintű szakmai munkát is kell itt végezni, akkor nem mindegy, hogy mennyi szabadságot adsz a kollégáknak, mennyi felhatalmazást arra, hogy tényleg szabadabban, könnyebben, hatékonyabban tudjanak dolgozni. Van nagyon sok olyan esemény, ami mondjuk dolgozóknak szervezett kifejezetten. Tehát ilyenek a egészség, sportnapok, vagy dolgozók napja, ilyen élménynap, amikor a dolgozók témáival, akár HR témákkal is foglalkozunk. Hát egy észak-koreai uránbánya a HR-esének venni az égesen egyszerű feladat lehet, mint egy ilyen összetett cégnél kitalálni, hogy ki minek örülne. És közben mutatom a biciklitárolót. Aha. Ja, hogy ide be lehet állni, hogyha valaki megérkezik, és ki is lehet lógatni a ruhákat száradni, ha jól látom. Így van, néha fel kell szólítani a kollégákat, hogy tartsunk rendet, de szerintem azért egészen jó menedzseli. Na, úgyhogy... És tényleg is sokan járnak. A sporttevékenységhez hozzátartozik, hogy sportosan is járunk dolgozni, nagyon sokan biciklivel járnak be, és itt most nem látjátok, de van SAP-s bicikli flotta. Saját bringát, de rá van én, hogy SAP, meg azt csak tőletek lehet beszerezni? Van, és ezt tulajdonképpen kölcsönveszik a dolgozók, és haza tudnak vele menni. Az elmúlt években sokkal több lány jelentkezik IT területre szerintem. Igen? Sikerült meggyőzni őket? Szerintem igen, és persze mi is próbálunk mindig a juttatásokkal is, a szolgáltatásokkal is odafigyelni arra, hogy a különböző életszakaszban lévő kollégák, és itt nem csak az anyukákra, a női munkavállalókra gondolok, hanem a családosokra, az apuka kollégákra is. Tehát nekik is fontos az, hogy olyan szolgáltatások legyenek, amik megkönnyítik az életüket. Úgyhogy van mindenféle baba-mama szoba, relax szobák vannak, figyelünk a, mert mint mondtam, a juttatásokra. Na és most forradborozni fogunk. School's out with the two greatest words that a kid from the 80s with a bike ever heard. 80s baby. Still got the scars. 80s baby. Gas guzzling cars. 80s baby. Ashtrays on the plane. 80s baby. Tag my name on the train. Bocsát, ez mi folyik itt szóval? Hogy ez is ilyen közösségépítő izé vagy? Nyáron ez a barbecue teraszunk. És akkor barbecue-ztok rendesen? És akkor itt egész csapatok, 10 fő, 30 fő, bármennyien itt sütögetnek, leülnek, vannak kanapék, és most amit látok, az a téli verzió, ami nemrég nyitott meg, úgyhogy most itt ilyen forradborozás van, gesztenyesütés, úgyhogy ez egy téli csapatépítő, rendszeres csapatépítő tevékenység. Na, akkor jó mulatást! Hogy alakult a gyűjtés?
Mi az egyenleg? Azt láttam, hogy egy nagy halom pénz. Ránézésre nem tudtam sajnos megszámolni, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok sütink elfogyott, úgyhogy eddig elég jó, még holnap is lesz, ugye? Úgyhogy bízunk benne, hogy a holnapi nap is annyira jól fog menni. Aha. Most még nagyon... De mi a sütiknek a 90%-a, vagy mennyi ment el? Nagyjából egyébként. Én őszintén, én kicsit el kellett mennem dolgozni ilyen 11 körül, és visszaértem egyre, és ebéd alatt elment szerintem a 80-90%. De nem a többiek dézsmálták meg, akik árulták? Nem. Tehát, hogy hiszem, van nyomon követés, valami SAP-s nyomon követés, hogy mi került be, és mi ment ki? Nincsen, de azt tudom, hogy ebédeltek is a kollégek, mert a kantinban is sokan voltak, úgyhogy akkor csak nem ők ették meg a sütit is. Jó, szóval akkor jól alakul minden. Abszolút, nagyon szuper jól. Köszi. Nem így dolgozol? Nem így dolgozok, hanem az SAP-nál. Én idén végeztem egyetemen, és március óta vagyok a cégnél, és ebben az SAP Excellent program keretein belül jöttem ide. Az egy ilyen egyéves program pályakezdőknek, ilyen frissen végzetteknek, és egy ilyen rotációs program, egy ilyen keresztül vagyunk a cégnél, és fél év után lehet egy másik csapathoz bekerülni, teljesen mással lehet foglalkozni, és igazából meg tudod találni azt, amit így igazán téged érdekel. És akkor neked ezt tetszik, hogy nem kell valahol végleg lehorgonyozni, hanem végig tudsz próbálni különböző helyszíneket? Hát végül sikerült lehorgonyozni végleg valahol. Az első helyen? Igen, az első helyen, úgyhogy én már az első rotáció után bekerültem úgymond így véglegesen a céghez. No, we didn't wear seatbelts, but trust me, you could never be as happy as we felt. Back when the TV stopped after the late show, national anthem and the picture was straight snow. Get me to stop playing might be tough, unless I hear that music coming from that ice cream truck. Most viszik el az almapuncsot. Nincs több almapuncs? Nem viszik el az almapuncsot, elhelyezik, hogy diót tudjunk kürítani. De akkor merhetünk belőle most, ugye? Persze. Elég? Elég. Te mióta vagy itt? 5 éve és 3 hónapja. Valamit 4 évet csinálok, vagy 3 és fél éve, az az onboarding reprezentatív. És ez azt jelenti, hogy a development supportba kerülő új kollégáknál arra ügyelek, hogy minél hamarabb beilleszkedjenek, illetve az a cél, hogy megtalálják a tehetségüket. És hogy átsegítek az ifjú kollégáknak? Pontosan. Az egyetemi szorongás, hogy helyt fogok állni, egy multinál, hogy hogy működnek a dolgok. Minél hamarabb megjön a kompetencia érzés, és azt találják meg cégen belül, amit igazán szeretnek, vagy amihez értenek. Erre ígyunk. De mivel foglalkozol? Én szaportos vagyok, a probléma megoldó. Ó, akkor minden nálad csapódik le, nem? Tehát amit a többiek elszúrnak, azért neked anyáznak. Így van. És sokszor anyáznak? Hát nem. Nem. Nagyon ritkán. Mióta vagy itt a cégnél? 7 éve. Hetes? Igen, októberben volt 7 éve. És én az elején azt hittem, hogy van ez a mondás, ez a work-life balance. Hogy ez egy ilyen nagy bullshit lesz, mert ezt nagyon nyomták, hogy work-life balance. Na hát ez nem bullshit, tehát ez tényleg. Tényleg? Tehát van idő magadra, meg a lenyugvásra? Voltam ellent a gymben, voltam. Meg szauna, meg minden, és hogy ezt így ezt napközben is megnehettem. Tényleg? Elmehet szaunázni napközben? De miért? Nincsen ilyen, hogy reggel blokkolsz, délután blokkolsz, és a kettő között nem mehet sehova? Nem. Annyi van, hogy végezd el a munkát? Így van. Mindenki tudja, hogy mi a dolga, azt jól el kell végezni, de az mindegy, hogy kvázi mindegy, hogy ezt mikor, meg hogy csinálod meg. És hogyha elmész crossfitre, akkor elmész crossfitre, de mikor visszaülsz a géphez, akkor frissaggyal csinálod. És lehet, hogy gyorsabb is lehet. Hogy gyorsabb, meg hatékonyabb, meg pontosabb. És akkor mosolygós ügyfelek válaszolnak. Na, figyeljetek, elővettem az én kis, hát nem forrad boromat, mert ezt nem hihatok, hiszen mégis csak haza kell mennem még ma autóval. Most bánom, hogy nem bringával jöttem, de az én kis, mi ez? Almapuncsomat? Szóval megiszom a kis almapuncsomat. Kösz, hogy velem voltatok, videó alatt vannak mindenféle hasznos linkek, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!